Tamás Iván sokak számára egy álom teljesült 4 évvel ezelőtt, amikor megnyitotta kapuit az Aranyalma Waldorf iskola. Ez idő alatt számos olyan rendezvénnyel készültek, amelyen keresztül betekinthettek az érdeklődő családok a náluk folyó oktatási munkába. Ezúttal a leendő elsősöket és szüleiket várták, hogy megválaszolják számukra a felmerülő kérdéseket, és bemutassák az intézményben zajló tevékenységet. Ezzel az első kis bemutatkozóval egyfajta ilyen kapaszkodót szeretnénk nyújtani azoknak a családoknak a részére, akiknek a gyermekeik iskolaválasztás előtt, vagy hát azoknak a családoknak, akiknek a gyermekeik most lesznek iskolások, és hát a családok még bizonytalanok, hogy hol is szeretnék folytatni majd az iskolai éveket. És már 4 évfolyamunk van, egyre szélesedik így a palettánk, nem csak Tamásiból, hanem így a környező településekről, egészen Siófokról is járnak már hozzánk gyerekek. Tehát szerencsére azt mondom, hogy bővülünk, tehát hogy egyre több az érdeklődő család. Készültünk természetesen EPPA füzetekkel, hogy beleláthassanak a szülők, hogy hogy dolgoznak a gyerekeink, így elsőtől egészen most már így a saját évfolyamunkon keresztül, illetve hoztunk olyanokat is, amik már felsőbb évfolyamokat mutatnak be, mert lényegesen bővül ez a paletta, ahogy megyünk föl a felsőbb évfolyamok felé. Kézimunkáról készült alkotások vannak itt, festmények, tehát a kézműves tevékenységről hoztunk a szülőknek irodalmat, szakirodalmat, egyrészt, ami őket segíti, másrészt azokat a kiadványokat, amik minket, tanárokat segítenek, akkor hangszereket. Nyilván egy ilyen környezetben nehéz megteremteni azt a hangulatot, ami őket a mindennapokban körülveszi, mert az tény, hogy egy Waldorf iskolának a termei, azok nagyon sajátos hangulattal rendelkeznek. A falak színe más, tehát mindennek tudatos és megfontolt miértjei vannak. Nagyon széles körű ez a művészeti tanulmány is, tehát hogy ezek a mindennapok részét képezik náluk, de ettől függetlenül járnak külön órákra. Szerintem nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a zenei órákat ott helyben meg tudjuk oldani, illetve biztosítani, legyen az gitár, hegedű, dob vagy fúvós hangszerek, és emellett, aki például sportban szeretne mondjuk tevékenyen részt venni, az ugyanúgy eljár külön órákra is természetesen, tehát ebben nyitotta az ő lehetőségük is. Waldorf iskolákban van egy 3-as egység, az a szülők egysége, a tanári kollégium egysége és a fenntartó. Tehát ez a 3-as egység, ez nagyon fontos, hogy együtt tudjunk működni. Így természetesen a szülőknek a munkájára is nagyban számítunk, és hát ugyanúgy részesei az iskola életének, ahogy a gyerekek. Mindig ezen gondolkozunk, hogy mik ezek az általános kérdések, amire így mindig készüljünk, tehát ezek mindig tipikusak, úgyhogy most azért is van ez az alkalom, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzuk, mert még azt gondoljuk, hogy mindig nagyon sok tévhit, meg olyan hiedelem van ezzel az iskolával, vagy ezzel az is oktatási módszerrel kapcsolatban, ami nem feltétlenül világos és átlátható nagyon sokaknak. Nagyon sok esetben sokkal szigorúbbak a kereteink, csak azok a keretek tényleg egy olyan keretek, amik között a gyerekek az egyéniségüknek, életkori sajátosságainak megfelelően tudnak szabadon mozogni. De azt gondolom, az a ritmus, egy napnak a ritmusa, egy hétnek, a hónapoknak és egy teljes évnek a ritmusa, az viszont szerintem sokkal kötöttebb, mint mondjuk egy állami oktatásban. A szülők aktívan kiveszik a részüket a rendezvényekből. Természetesen az iskolai kapaszkodó nevet kapott beiskolázási programon is ott voltak. Mi óvodában, nem Waldorfos óvodában jártunk, hanem állami óvodában, németes csoportban. Viszont mikor iskola kezdés volt, és ugye választás, akkor volt olyan szülői segítségünk a háttérben, és barátok, ismerősök, akikkel meg tudtuk ezt beszélni, át tudtuk gondolni, hogy mit szeretnénk. Igazából ugye a legfontosabb az volt, hogy egy kellemes környezetben, biztonságosan, szeretetben tudjanak a gyerekek tanulni, létezni. Családba kerültünk, én azt gondolom, így a Waldorf által, mind a gyermekek, és mind a szülők is. Tehát nagyon-nagyon jó közösségünk van. A gyerekek nagyon sok mindent játékosan, és a természetet is kint a természetben tanulják. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanulnak az életről. 2 nyelvet tanulnak, tehát folyamatos a nyelvoktatás, és ugye mi már 3 éve járunk ide a Waldorf iskolába. Nekünk azért van viszonyítási alapunk, mert a másik 2 gyermekünk az állami iskolába járt. És úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy heteken keresztül csak egyféle dologgal foglalkoznak.
tehát csak a számolással, csak az írással, az olvasással. A már több éve az intézményben járó diákok csillogó szemekkel várták a leendő elsősöket, akiknek ők maguk meséltek az iskola mindennapjairól. Én a festésórát szeretem a legjobban, mert ott szeretek festeni nagyon, és ott kibontakozok magamtól. Kedvenc órám a kézi munka, meg azért szeretem nagyon a Waldorf iskolát, mivel hogy nem olyan, mint egy rendes általános iskola, hanem teljesen más. Mások az igények, meg minden más. Míg az érdeklődő családok a tanári kollégiumtól kaptak választ kérdéseikre, addig a gyerekeket kézműves foglalkozás várta egy másik teremben.